növénygenetika, növényélettan, növénynemesítés. Ezekkel a fogalmakkal ritkán találkozhatunk, kivéve persze, ha csak nem kapcsolódnak szorosan a munkánkhoz. Halász Júlia, a Corvinus Egyetem docense tisztában van ezen szavak jelentésével, mivel őt mindig is érdekelték a természettudományok, azon belül is leginkább a növények. Az egyetem és a soroksári tangazdaság ezen a ponton is összefonódik, hiszen a kutatási alapot adó növényeket az intézmény dolgozói a tangazdaság területéről szokták begyűjteni. Vas megyében egy kis faluban nőttem fel Kemenesömjénben, úgyhogy egészen pici gyerekkoromtól fogva a növények és az állatok szeretete, a természet ismeret, a természettudomány iránt érdeklődés jelen volt folyamatosan, és általános iskola után általános gimnáziumba jártam, ahol ugyanúgy továbbra is a biológia érdekelt leginkább. Amikor pályaválasztásra került a sor, akkor az állatok és a növények közül végül is a növények mellett döntöttem, és 98-ban érettségiztem, majd az akkor kertészeti és élelmiszeripari egyetemre nyertem sikeres felvételt, és ott kezdtem el az egyetemi tanulmányaimat. És másodéves koromban találkoztam először a növénygenetikával. Igazából maga a természettudományok így összefoglalóan folyamatosan érdekeltek, és akkor jött el az a pont, hogy úgy éreztem, a genetikát találom a legérdekesebbnek, a legvonzóbbnak. Fantasztikusan jó előadásaink voltak, remek oktatóink, növényélettamból is, és növénygenetikából is, és akkor bekapcsolódtam az akkori tanszéki munkákba. És kezdetben először szőlővel foglalkoztam, különféle szőlőfajták, klónok genetikai azonosításával dolgoztam, és amikor a diplomamunkám vége fele jártam, akkor adódott egy nagyon jó lehetőség, akkor indult tulajdonképpen a tanszéken egy új kutatási program, ez volt a gyümölcsfák termékenyülésének vizsgálata, és akkor a doktori program keretében elkezdtem a gyümölcsfajokkal foglalkozni. Mit jelent maga az a kifejezés, hogy növénygenetika? Azért az embereknél tudjuk, a növényeknél is ezt jelenti? Természetesen igen, igazából a genetikát korábban az volt az elterjedt nézet, hogy az az örökléstan, de ma már pontosan tudjuk, hogy a genetika több részre osztható. Természetesen az örökléstan az egyik legjelentősebb szelete, de a gének nem csupán az öröklődést mutatják meg, vagy az öröklődésbe játszanak szerepet, hanem a mindennapi élet egyéb terület, egy minden élőlényben a tulajdonságok megnyilvánulása, a gének működése, egyáltalán melyik tulajdonság hogyan jelenik meg az adott élőlényben. Tehát ez ugyanakkor a szelete, mint az örökléstan. Azt is tudjuk, hogy a növények szaporodása nem teljesen úgy történik, mint mondjuk az embereknél vagy az állatoknál. Mitől válik ez is izgalmassá? A növények esetében az adja tulajdonképpen a kuriózumot, hogy itt a növényfajok túlnyomó többsége himnős virággal rendelkezik, tehát képes arra, hogy mindkét ivarszerv megjelenik a növényvirágon belül, tehát tulajdonképpen képes arra, hogy saját magát meg tudná termékenyíteni, ezt hívjuk öntermékenyülésnek. Ugyanakkor azért itt elég nagy a párhuzam az emberi vagy állati szervezetekkel, ez az öntermékenyülés az esetek túlnyomó többségében káros jelenség. Tulajdonképpen olyan, mint az emberek esetében azt mondanám, hogy a rokonházasság, a növényeknél is hasonló jelenség játszódik le, ezt hívjuk beltenyésztésnek, tehát a rokonfajok egymás közti szaporodásából kialakulhat egy úgynevezett beltenyésztéses leromlás. Éppen ezért rendkívül érdekes, de az evolúció biztosította arról a növényfajok túlnyomó többségét, hogy ez ne történhessen meg, annak ellenére, hogy fizikailag lehetőség lenne az öntermékenyülésre, tehát mivel mindkét ivarszerv adott, lehetőség megvan rá, és tulajdonképpen kialakultak olyan molekuláris mechanizmusok, amelyek mégis meggátolják ezt az öntermékenyülést. Ez igazából egy kétélű dolog, tehát ezzel fenntartja az adott növény ezt a genetikai sokféleséget vagy változékonyságot, ami a fennmaradásában, a szelekcióban kiemelt jelentőségű, és ezáltal, ezzel a mechanizmussal védi ki azt, hogy ez a leromlás megjelenhessen. Hasonlóan, mint mondjuk az emberek esetében. Ha jól értesültem, az önmeddőséggel is foglalkoztál, kutatsz ez ügyben már évek óta. Mit jelent az, hogy önmeddőség a növényeknél? Az önmeddőség
ha definiálni kellene, ezt jelenti, hogy egy adott növényfaj, egy adott növény egyed, bár a lehetőség megvolna arra, hogy a saját pollenjével termékenyüljön, ez mégsem történik meg, akkor beszélünk önmeddőségről. Ezt úgy hívjuk, hogy genetikai inkompatibilitás. Ezek nagyon konkrét genetikai mechanizmuson alapuló folyamatok, és most már több mint 20 éve foglalkozik a tudomány ennek a molekuláris hátterével, és rendkívül izgalmas tudományterület. Ez a virágzás biológián belül a termékenyülés biológiának egy jelentős szelete, és nemzetközi szinten is rendkívül kiemelkedő és nagyon kutatott terület. Hogyan lehet elképzelni ennek a kutatási módszerét? Hogyan kell ezt elkezdeni? Egyáltalán egy laikus mit láthat ebben? Igazából az, hogy ennek ekkora jelentősége lett ennek a témakörnek, azt a gyakorlat adta, tehát a termesztés, hiszen már az 1900-as évek elején felfigyeltek arra, hogy a gyümölcsfajok esetében, mivel saját magát nem tudja megtermékenyíteni egy adott faj, egy adott egyed, szükséges egy hozzáképes genetikailag eltérő másik egyed ahhoz, hogy a gazdasági értéket adó gyümölcs megjelenhessen a fán. Ezt már megfigyelték, tehát tapasztalati úton tudták, hogy valami áll ennek a hátterében, tehát igazából a gyümölcsfajok túlnyomó többsége ilyen önmeddő. Ez azt jelenti a gyakorlat szempontjából, hogy biztosítani kell az adott fajták számára egy másik pollenadót, úgy hívjuk, hogy pollen donor fajtát, amely a sikeres termékenyülésben aztán szerepet jár. És mivel ez a gyakorlatban komoly problémákat okozott kezdetben, tehát egyrészt tudni kellett, hogy mely fajták melyikkel tudnak optimálisan termékenyülni, ezért először szabadföldi módszerekkel kezdték ezt vizsgálni, bizonyos adott fákat, amelyekre kíváncsiak voltak, mesterségesen összeporozták, vagy megporozták, keresztezték egyiket a másikkal, és empirikusan megfigyelték, hogy van-e rajta gyümölcs, vagy nem. Tehát innét indultak el a vizsgálatok. Tulajdonképpen kettő szempontból is nagyon fontos, hogy tudjuk a termékenyülést. Egyrészt maga a nemesítési eljárás, amíg egy fajta fajtává kialakul, vagy eléri a nemesítő, hogy fajtaként bejelenti. Maga ez a folyamat is rendkívül fontos, hogy tudjuk, melyiket melyik növénnyel lehet keresztezni, hibridizáltatni, illetve, tehát ez a nemesítőknek fontos, illetve aztán majd a termesztőknek is tudniuk kell, hogy az adott gyümölcsfajta, mivel kell, hogy telepítésre kerüljön az optimális gyümölcskötődés érdekében. Nagyon érdekes egyébként, tehát azt mondtam, hogy az evolúció során kialakultak ezek a mechanizmusok, amelyek elkerülik az öntermékenyülést. Ugyanakkor olyan genetikai hibák, ha mondhatom így, mutációk is létrejöttek, amelyek a rendszer működésében olyan változást hoztak létre, hogy néhány faj esetében mégis csak létrejöttek öntermékenyülő fajták. És amikor erre felfigyeltek a termesztők, vagy akik jártak az ültetvényekben, észrevették, hogy bizonyos fajták, egyedek mégis csak tudnak öntermékenyülni, onnéttól fogva ez egy kívánatos tulajdonsággá vált. Tehát tulajdonképpen az emberi szelekció szempontjából ez egy kedvező tulajdonság. Itt ellentmond az evolúciós előnyöknek, de termesztési szempontból egy öntermékenyülő fajta most gyakorlatilag minden gyümölcsfaj esetében elérendő cél. És nagyon sok gyümölcsfajta esetében természetes körülmények között történtek ilyen genetikai változások, tehát ezeket az öntermékenyülő egyedeket, genotípusokat használják a nemesítési programokban. Úgyhogy tulajdonképpen számunkra a tanszéken, a genetika és növénynemesítés tanszéken két rétű a munkafolyamat. Egyrészt az eredményeink vagy a kutatási feladataink konkrét gyakorlati célt szolgálnak azáltal, hogyha a termesztőknek, nemesítőknek meg tudjuk mondani az adott fajták, egyedek úgynevezett genetikai hátterét ehhez a termékenyülési folyamatokhoz. Másrészt pedig az alapkutatás szempontból ennek a folyamatnak a molekuláris háttere rendkívül érdekes és izgalmas. Tehát tulajdonképpen itt nagyon elválik a gyakorlat és az alapkutatást. Azt mondom, hogy elválik egymástól, de természetesen ez szoros együttműködésben van. Ha már együttműködésről beszélünk, bocsánat, hogy beleszólok,
Miért vagyunk most itt a tangazdaságban? Innen nyeritek az alapanyagot idézőjelben? Igen, természetesen, tehát a tangazdaság számos növényfajjal dolgozik, nagyon-nagyon sok fajtával, nagyon gazdag génbanki gyűjtemények találhatók itt Soroksáron, úgyhogy a vizsgálatainkhoz innét származik a növényanyag, ide jövünk ki növényeket gyűjteni, ez nálunk technikailag azt jelenti, legtöbb faj esetében rügyből vagy levélből indulunk ki, illetve sok vizsgálat igényli a virág vagy a pollen vizsgálatát, akkor pedig virágzáskor kell a növényanyagot begyűjteni, bevisszük a tanszéki laboratóriumba, és az első lépés mindig a DNS kivonás, tehát nukleinsav alapú munkálatokat végzünk, DNS vagy RNS alapú laboratórium munkákra gondolok, és ez az együttműködésünk alapja. Dolgozol most esetleg valamilyen projekten? Haladsz valamilyen kutatással előre? Igen, tehát ezt a témakört, amiről beszélgetünk, ezt több mint 12 évvel ezelőtt kezdtem el, és gyakorlatilag folyamatosan újabb és újabb kérdések merülnek fel, tehát itt is igaz lehet azt mondani, hogy minél többet tudunk valamiről, annál inkább látjuk még, hogy mi az, amit nem tudunk, és milyen kérdésekre keressük a választ. A legújabb kutatási területünk éppen most január 1-től indul egy elég nagyszabású, vagy már elindult egy nagyszabású OTKA programunk, egy OTKA pályázatunk, amely a megy és a szilva termékenyülési viszonyait fogja vizsgálni, és lelkes hallgatóimmal, doktoranduszommal ezen dolgozunk jelenleg. Most talán ez a leginkább érdekelt és kiemelt terület ebben a vizsgálati sorozatban.